A Városháza dísztermében folytatódott a második Határtalan Fesztivál. Az esten Juhász László moderálása mellett két legenda, Mezei György, a Fehérvár FC, a szerbiai Topolyán született mestere volt szövetségi kapitány, Kalmár Zsolt, a Fehérvár FC válogatott labdarúgója, aki Dunaszerdahelyen is közönség kedvenc volt, és két fiatal tehetség, a székelyföldi származású Gergely Roland, a Fehérvár FC kapusa, és a Puskás Akadémia első osztályban is bemutatkozott kárpátaljai labdarúgója, Zán Fábián Panna, voltak a közönség találkozó vendégei. Szívügyünk, hogy a történelmi Magyarországon élőket összehozzuk, és ismertessük meg, hogy az ott élőkkel a hagyományunkat, illetve az itt élők az ottani embereket, és azt gondolom az egyik legjobb nyelv a sport nyelve ezen keresztül, hiszen sokan futkároznak a pályán, vagy éppen szövetségi kapitányok voltak, és nem tudjuk, hogy ők éppen határon túl születtek. Mezei György mindenki Gyuri bácsi, a városunk díszpolgára, a csupa nagybetűs mester, akinek irányításával 2009 és 2011 között bajnokságot és ezüstérmet szerzett a Piroskék együttes, és irányításával nemzeti együttesünk kijutott a világbajnokságra is. Gondolatébresztő visszaemlékezésében megerősítette, Székesfehérvár mindig a szíve csücske marad. Valahogy úgy kezdtem, mint ahogy most áll a csapat. És akkor csodálatos régi munkatársammal, Horváth Gabival nekiálltunk, és sorba vettük a megoldandó feladatokat. És egy hosszú építkezés után sikerült, bajnokság lett a vége. Kalmár Zsolt a jelen egyik kiválósága, 6 esztendőt töltött Dunaszerdahelyen, ahol otthonra talált, és a futball szerető magyar közösség ikonjaként vitte jó hírünket. Nagyszerű érzésekkel, és tényleg boldog szívvel jöttem el Dunaszerdahelyről, hiszen amennyi élményt, amennyi szeretetet, és amennyi élményt átéltem, az mindig megmarad a szívembe, főleg ahogy a szurkolók engem már fogadtak az elejétől kezdve. A határtalan est határtalan megerősítést hozott minden sportkedvelő számára, hogy Székesfehérvár az elmúlt időszakban, a jelenben és a jövőben is otthont nyújt minden Kárpát-medencében született, magát magyarnak valló hazánk fiának.